Nap és geotermikus energia, a karbonsemlegesség elérése az ipari parkok számára is fontos. Útra keltek a vadlovak, a pusztáról az ibériai fenségre telepítik a védett állatokat. Idegenben a Loki, Kisvárdáné tájára hétvégén a DVS labdarúgó csapata. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradója. December 1-e péntek van, már is mondjuk Debrecen legfrissebb híreit. A klímavédelem érdekében kulcsfontosságú a karbonsemlegesség elérése, vagyis a kibocsátott és a légkörből kivont széndiokszid mennyiségének egyensúlya. Az iparban is fontos ez a szempont, Debrecen pedig szerepet vállal ennek elősegítésében hangsúlyozta Barcsa Lajos. Az alpolgármester azon a mai Debreceni konferencián beszélt erről, ami áttekintést adott az ipari parkok karbonsemlegessé válásának hazai lehetőségeiről. Össze-európai törekvés a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és a karbonsemlegesség elérése. Az ehhez vezető utat jelölik 2050-ig az Európai Zöld Megállapodás. Ezzel összhangban a debreceni iparterületeket is karbonsemlegessé szeretnék tenni. Ezt segíti elő az önkormányzat két cégének, az EDC Gazdaságfejlesztési Központnak és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztőnek a közös projektje, amelynek részeként fórumot rendeztek a karbonsemleges ipari megoldásokról. Fontos cél még a projektnek, hogy egy ilyen karbon együttműködési platformot alakítson ki a helyi gazdasági szereplőket, a városi szereplők között, azaz, hogy összehozza azokat a szereplőket, akiknek ez fontos lehet és részük lehet ebbe a projektbe, illetve a karbon semleges működésre lehetőségeknek a közös kialakításában és felhasználásában. A megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeiről egy részletes tanulmányt készített a város, ezzel is elősegítve a debreceni ipari parkok karbonsemlegessé válását, mondta Barcsa Lajos a konferencián. Az alpolgármester hozzátette, az ipari szereplők akár energiaközösséget alkotva együttműködésben is kiaknázhatják a lehetőségeket a fenntarthatóság jegyében. Debrecennek van geotermikus kapacitása, van napelem park tekintetében lehetőségei, maga a város is tervez egyébként napelemparkot parkot 30 megawatt teljesítménnyel, úgyhogy azt gondolom, hogy vannak lehetőségeink. Az ipari parkok karbonsemlegességét elősegítő konferencián kiemelt szerepet kaptak a geotermikus energia ipari felhasználási lehetőségei. A gazdaság után most már a városfejlesztésre fókuszál a jelenlegi 2027-ig tartó uniós fejlesztési időszak Debreceni programterve, ami csak nem 48 milliárd forint forrással számol. Debrecen fenntartható városfejlesztési stratégiájáról folyt a legintenzívebb vita a Városi Közgyűlés csütörtöki ülésén. A Közügy című műsorunkban is erről fejtette ki legrészletesebben álláspontját Pap Viktor a Fidesz KDNP frakció vezetője és Mándi László a Momentum önkormányzati képviselője. 2014 és 2020 között a gazdaságfejlesztés, a mostani 2027-ig tartó uniós tervezési ciklusban pedig a városfejlesztés van a középpontban. Erre reflektál Debrecen fenntartható városfejlesztési stratégiája, ami egyebek mellett zöld projektekre, intézményi felújításokra és közlekedésfejlesztésre fókuszál, hangzott el csütörtöki közügy című műsorunkban. Ez a, a fenntartható városfejlesztési stratégia is abból kimondottan a Top Plus, számos olyan városfejlesztési elemet tartalmaz, ami intézményi felújításokat, orvosi rendelő felújításokat, zöldváros programok megvalósítását, közlekedésfejlesztést tesz lehetővé. Itt nagyon fontos azt megemlíteni, hogy új intézmények létrehozását már ez az Európai Uniós ciklus nem támogatja, az nem lehet. A meglévő intézmények korszerűsítését, azok energiahatékonyságát növelő beruházásokat viszont kifejezetten előirányozza. Mándi László szerint vannak hiányos részei a tervezetnek, de annak főbb eleme egyetért. A Momentum önkormányzati képviselője úgy véli, a programterv bizonyos részeit a városnak önerejéből ki kell majd egészítenie. Most több olyan projekt került be, ami az előző ciklusnak is benne volt az ütemtervébe. Bízom hogy ezek már meg fognak most valósulni. Gondolok itt például a Tarikálmán utcai a felújítására, de azt tény, hogy ebben a stratégiában, mint tervezetben leír dolgok, ezek nagyon fontosak, szükségesek, és ebben szerintem egyet kell, hogy hogy ezeket meg kell valósítani Debrecenben. Abban is mindkét politikus egyetértett, hogy a négyes főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszát mielőbb négy kell bővíteni. Kiderült, melyek az ország legjobb középiskolái, a HVG legfrissebb kiadványában négy debreceni intézmény is szerepel a rangsorban. Csütörtökön jelent meg a heti lap teljes top százas listája, melyben az ország legjobb középiskoláit Na, rangsorolták. A debreceni intézmények közül a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 20. helyen, míg a Fazekas Mihály Gimnáziuma 21. helyen szerepel a listán a nagymúltú Tótárpár az 52., az Ady Endre gimnázium pedig a 75. helyezést érte el. A hazai középiskolákat a kompetencia mérések, valamint a magyar, a matematika és a történelem, illetve a nyelvi érettségig továbbá a felvételi eredmények alapján a rangsorolták. A hortobágyi vadlovakkal kezdődik a fajmentési program Spanyolországban. A pusztai rezervátumból 16 példány szállítottak az ibériai fensíkra. A különleges akció egyben természetvédelmi világszenzáció is, hiszen kevés olyan kihalás környékén lévő faj van, amelyet sikerül újra telepíteni eredeti élőhelyeire. A program az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek több mint két évtizedes szakmai munkáját is dicséri. Egy pontos célzás a kábítólövedékkel, hogy a Pszewalszkiló alkalmas legyen a szállításra. A Hortobágyi Vadló rezervátumból 16 példányt választottak ki, hogy Spanyolországba utazzanak. A befogást és a szállítást is gondosan megtervezték, hogy ne sérüljenek az értékes, fokozottan védett vadlovak. 300 lóból megmutatni azt a közel 20 egyedet, amit szállításra szánunk, az nem könnyű. Illetve figyelnünk kellett arra, hogy amikor ezek a lovak el vannak kávítva, nyilván öntudatlanok. Tehát balesetvédelmi szempontból is mindent meg kellett azért tennünk, hogy se az állat, se az ember ne sérüljön. Hortobágyra 1997-ben érkeztek az első vadlovak, amelyek nagyon jól érezték magukat a pusztában. Évente már 30 csikó jön a világra, ennek is köszönhető, hogy szereződött a hortobágyi vadlovak száma. A magyar szakemberek munkájának eredményeként kezdődhetett meg az állatok visszatelepítése korábbi élőhelyük egyikére. A természetvédelemnek pontosan a lényegét fogjuk meg ezzel a programmal. Segítsünk olyan fajoknak, amik kipusztulnának, jussanak ki az eredeti élőhelyükre. Ott aztán végezzék el azt a munkát, amit a jóisten rájuk bízott, legeljék a területet ez azt gondolom, hogy mindenkinek jó lesz, a gazdálkodóknak és a természetvédelmi szakembereknek is. Az utolsó szabadon élő vadlovat 1969-ben látták Mongóliában. A 24. órában sikerült megmenteni ezt a fajt, mindössze 12 példányjal. Ma már a világon 2000 vadló él, a második legnagyobb populáció Hortobágyon. Megnyitott a tíz éves Debreceni értéktár idei utolsó kiállítása. Ezúttal palást készítő népi iparművész munkáit lehet megcsodálni. Kis árpádné kiállítása a Kezeim munkáját Ted Maradandóvá címet kapta. Az elismert népi iparművész 1988-ban kezdett református palástok készítésével foglalkozni. Ő egyébként korábban számokkal foglalkozott, könyvelőként dolgozott. Az általa készített palástban prédikált, többek között Fekete Károly református püspök is, még segéd lelkész korában. A mostani tárlat január 15-ig lesz látogatható az újvárosházán. A kiállítás a református lelkészek hagyományos viselete mellett más, szorosan Debrecenhez kötődő ruházatokat is bemutat. Ez a kiállítás minden lényeges munkámat tartalmazza, református palástok, kosztümök, bocskaik, és a református kollégium ünnepő volt az éke, a tóga is részt vesz ezen a kiállításon. Ezen a hétvégén sem lehet majd unatkozni Debrecenben. Meggyújtják az első gyertyát a város adventi koszorúján, a Mikulás pedig ellátogat az állatkertbe. Emellett klasszikus dallamok és helytörténeti érdekességek is várják majd az érdeklődőket. A Mikulás a Zó Debrecen lakóit sem felejti le a listájáról. Ezen a hétvégén finomságokkal kedveskedik majd az állatoknak, de természetesen a gyerekek sem maradhatnak le a találkozásról. Kicsik és nagyok is elkísérhetik majd a Mikulást az állatok akcióban ünnepi látványetetésre, de lesz közös éneklés és kézműves foglalkozás is az állatkertben. A Debreceni Advent pompájával vár mindenkit. Koncertek, utca színház, mesefigurák, jégdiszkó és a főtéri első gyertyagyújtás is meghozza az igazi karácsonyi hangulatot a városba. Vasárnap a belvárosban elrejtett falfreskók története elevenedik meg újból egy vezetett sétán. Helytörténeti érdekességekbe és az alkotások kulisszatitkaiba is betekintést kaphatnak az érdeklődők. Ugyancsak vasárnap klasszikus zenei csemegéket adnak elő a Bényi Galériában a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának hallgatói. Mozart, Haydn és Bach műve is felcsendülnek majd. A sereghajtó Kisvárda otthonában játszik szombaton a DVSC a labdarúgó MB1 15. fordulójában. A Loki Zsinórban két meccset nyert a közelmúltban, így újra a dobogó közelbe került a tabellán. Szrigyen Blagojevics vezetőedzi ugyanakkor azt mondta a híradónknak, hogy nem becsülik le a Kisvárdát. Fél időben még hátrányban volt a DVSC a Zalaegerszeg otthonában az előző bajnokin. A szünet után Zsuzsák Balázs egyenlített, majd egy öngollal fordította Loki. A debreceniek így egymás után a Paks és a DVSC ellen is nyertek, és csak egy ponttal vannak lemaradva a tabellán, a már dobogós Puskás Akadémiától természetesen ez mindig jó jön egy csapat számára, hogyha egy, egymás után két győzelmet is tud beszerezni. Ugye, ha már egyet is tudsz ebben a bajnokságban, akkor, akkor már egy kicsit tudsz előrelépni, lépni, hogyha kikapsz egy meccsen, akkor, akkor leszakadhatsz. Úgyhogy ezért nehezebb ez a 12 csapatos bajnokság, viszont így, hogy kettőt tudtál nyerni, most megint ott vagyunk a dobó közelben, úgyhogy ez természetesen jó a csapatnak. A következő ellenfél a Kisvárda lesz. A csapatok már találkoztak egyszer az idényben. A DVSC augusztusban 4-1-re nyert a Nagy Erdői stadionban. Az ellenfél akkor már túl volt egy edzőváltáson. Azóta az akkor irányító Gerlicki Mátét is leváltották, utóda Mátyus János pedig a közelmúltban mondott le. Jelenleg a szezonbeli negyedik vezetőedző Feckó Tamás készíti fel a csapatot. A Kisvárda előző meccsét megnyerte az MTK ellen, de így is sereghajtó. A Loki vezetőedzője azt mondta, nem becsülik le az ellenfelet. Hasonló a helyzet, mint az E.T. ellen. Ők a meccsünk előtt cseréltek edzőt, a Kisvárda pedig két meccset játszott eddig az új edzővel. Hasonló dolgokat várunk tőlük, mint amit azon a két meccsen mutattak. Motiváltak, hogy elkerüljék a kiesést. De nekünk is megvannak a saját céljaink. Szeretnénk sikeresen zárni az évet, mondta Szvegyem Lagojevic. A mérkőzés szombat este fél nyolckor kezdődik Kisvárdán, a Várkerti stadionban. Eddig tartott ma a DTV híradó riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálunkon és közösségi oldalainkon. Legközelebb vasárnap este 7 órakor jelentkezünk friss hírműsorral. Én köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!